Sziasztok! Üdvözlet ismét a Természet Közel csatornán. Hát, már megszokhattátok, hogy a csatornán nem kizárólag cuki állatokat és növényeket láthatok, hanem mindent, ami természet közeli, így akár erdei túrákat, tanösvényeket is bemutatunk. Hát ez most egy hasonló helyszín lesz. A most látható képsorok a tavalyi év 2022 tavaszán készültek. Helyileg a Zemplénben, a Telkibánya közelében található, illetve onnan induló aranyás útja tanúsvény részeként látható. Ez az úgynevezett terésztáró egykori bányavágat. Hát igen, nyilván sokat mond a neve is, aranyás útja, tehát az egész tanúsvény ennek a tematikájára épül. Az aggódók kedvéért megmutatok mindenkit, hogy igazából saját felelősségre, de bejárható a táró. Az, hogy én esetleg hajlamos vagyok a sötétben, szűk helyen, kivilágítatlan bányavágatban bepánikolni, az ne érszem meg senkit. Tovább is járható, olyannyira, hogy egyébként egy geoláda megkereshető pontja is itt van elhelyezve, szóval igazából mi voltunk az elsők, egyetlenek és felelőtlenek, akik ide bemásztak, bemerészkedtek. Hát nálunk bátrabbak, nyugodtan menjenek tovább. Ezt is sokadik nekifutásra sikerült teljesíteni, bevallom, már évek óta próbálkoztunk vele, nyitható szabadon az ajtó, szóval tényleg a vaskapuja, úgyhogy bejárható. Úgyhogy aki kíváncsi és akit érdekli, annak mindenképpen javaslom Zemplénben, Telkibánya környéken felkeresni ezt az aranyású útja tanúsvényt, ami egyébként két hosszal is bejárható, egy jelölt piros és egy kék szakasszal, hát két részben egymást lefedő kör túrával, a hosszabbikat érdemes végigjárni, aki tudja vállalni ezt a távot. Na, hát akkor lássuk ezt a bizonyos parásztat, terésztát. Itt megyünk, nem sokáig. Itt már jó, itt megyünk. Nézd, tényleg csodó, szivárgó.
Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Igyekszem majd még további zempléni anyagokat, illetve tanösvényeket, alkalomszerűen barlangokat, bányajáratokat is, ha adódik, feltöltem a csatornára.